Nem csak a 2022-es országgyűlési választáson együttműködő ellenzéki pártok kaphatnak büntetést az állami számvevőszéktől, hanem a két farkú kutyapárt is, írja a Szabad Európa. Az ÁSZ szerint kifogásolható, hogy a párt a kampánypénz egy részét közösségi pályáztatás után költötte el különböző közhasznú projektekre. Vendégünk Kovács Gergő. A kutyapárt elnöke, jó estét kívánok! Jó estét, sziasztok! Mit állapított meg pontosan az ÁSZ? Azt állapította meg, hogy nem tudja, hogy mit akar csinálni végül is. Hát nagyon leegyszerűsítve, ugye azzal a 200 millió forinttal van problémájuk, amit mi hát a többi pártól szokatlanul értelmes dolgokra költöttük el pályázati úton. Ugyanakkor mi is tudjuk, hogy a kampánypénzt kampány célra kell elkölteni, ezért mi minden támogatást úgy adtunk, hogy a támogatási szerződésben szerepelt, hogy aki kapja a támogatást, annak népszerűsítenie kell a kutyapártot. Ez jellemzően, hogyha egy esemény volt, akkor szerepeltünk a flyeren, hogyha valami épült, akkor kirakták egy táblát, hogy mit csináltuk, illetve kommunikálták. Jó, tehát a párt azt mondja, hogy ez tulajdonképpen kampányra ment. Igen. Az ÁSZ meg azt mondja, hogy nem. Tehát tehát tulajdonképpen az a kifogás, hogy itt van kampánypénz a pártoknak, akkor azt plakátokra, meg nem tudom én milyen kampányra kell költeni, mert hogyha nem, akkor az egy büntetés jár. Igen, tehát mindenképp felesleges hülyeségekre kell elkölteni. Annyi pontosítást talál, hogy ugye azt mondja az ÁSZ, hogy igazából nem tudja eldönteni, hogy ez kampány célra ment-e, még azt is mondja, hogy a törvényt lehet, hogy meg kéne majd változtatni, mert hogy nem egyértelmű. Ez tök jó, hogyha ezért megváltoztatnak egy törvényt, hogy minket meg lehessen majd későbbiekben büntetni, illetve egy úgynevezett intézkedési tervet várnak tőlünk, ami nagyon... Nem büntetni, hanem mondjuk úgy változtatják meg a törvényt, hogy ezt meg lehessen tenni. Úgy is meg lehet változtatni. Jó kérdés. Azért különös egyébként az egész, mert 2018-ban pontosan ugyanezt csináltuk, ugyanígy megpályáztattuk a kampánypénzünk egy részét, ezt most lehet nem kellett volna elmondanom, mert akkor onnan is kapunk most még 100 millió forint bírságot, vagy valami. Ja, visszamenőleg. Mit válaszoltak, mert hogy válaszolni kellett? Ezt magyarázták el tulajdonképpen? Gyakorlatilag ezt, amit most előbb is mondtam, igen, tehát, hogy ezek kampány célra mentek ezek a pénzek. Most milyen büntetés néz ki? Vagy volt erről szó az ÁSZ levelében, vagy ez egy megállapítás a szabálytalanságról? Egyelőre, amit belengetnek az esetlegesen a pártállami támogatás folyósításának a felfüggesztése, hát várjuk, hogy mire jutnak végső soron. Az mennyi pénz lesz akkor? Hát ez ugye 200 millió forint, olyan bünti, ugye duplája szokott lenni, az 400. Hát ugye ennyi pénzünk nem nagyon van, de akkor lehet majd visszakérjük azoktól, akiknek odaadtuk, és akkor lesz rá pénzünk. Mire költötték egyébként a nagyobb projektek? Mik voltak? Hát nagyon sokféle volt, te onnantól kezdve, hogy a utcáról lakásba egyesület tanfolyamokat szervezett embereknek. Olyanok voltak, hogy épült egy tök jó stég, egy kilátóval például a Balatonparton, amit egy ilyen közösségi összefogással csináltak egyébként a munkát. Szóval én azt gondolom, hogy ezeknek több értelme van, mint pusztán plakátokra elkölteni, és egyébként megmondom, én szerintem hozzánk jobban is illik kampányilag az, hogyha ezt tesszük, mint sem, hogy kiveszünk még 6000 óriás plakátot. Ismeri azt a javaslatot, amit az LMP nyújtott be, most már nem először a kampánypénzekre vonatkozóan, csak pont Unger Péterrel ezzel hagytuk abba. Bár kint elég rossz minőségben jön a tévéadás, itt az ATV-n belül valamire, de nagyjából hallottam, hogy ugye, hogy civil szervezetekre is ilyen szigorúbb törvények vonatkozzanak. Tehát valójában nem nézett ki túl jól egyébként, amit akár a 99, vagy akár amit a Márki-Zay Péterék csináltak. Igen, hát rájuk is, illetve Cöffre is vonatkozna. De akkor egyetértenek azzal, hogy nincs rendben ez a kampányfinanszírozási rendszer Magyarországon? Hát teljesen kijátszható, hogy nyilván a fő probléma az, hogy a kormányt csak akkor zavarja, hogyha az ellenzékről van szó. Na menjünk tovább, elindul a 12. kerületbe, jövőre polgármester szeretne lenni. Miért hiányzik ez önnek? Hát az, hogy most nagyon korán vannak a testületi ülések 9 órakor, ami nekem nagyon zavaró, hogy én most csak képviselő vagyok, polgármesterként ezt nyilván meg tudnám változtatni, hogy délután legyenek. Hát igazából az, hogy mivel már ott vagyok lassan 4 éve képviselő, azért úgy látom, hogy mik azok, amiket lehetne csinálni a kerületben, és igazából nem kerülnek pénzbe, sőt, és hogy mi az, ami zavarja az embereket, és ebből egyébként talán a legfontosabb az a elég riasztó mértékű beépülése a kerületnek, mostában leginkább lakóparkokkal, ami nagyon zavarja az embereket, és a önkormányzat nem csak, hogy nem tesz ez ellen, hanem gyakorlatilag aktívan közreműködik, hogy be tudjon épülni. Ugye honnan tudja, hogy, vagy miből érzi, hogy elégedetlenek az emberek, és mondjuk a kerületnek például hiányzik ön? Ugye Pokorni Zoltán elég régóta polgármester a kerületben, miért gondolja, hogy elégedetlenek a munkájával?
Hát ugye engem elég sokan megkeresnek, és ott az elég sok problémát elmondanak. Ugyanilyen egyébként egy másik, hogy például ezzel az önkormányzat mondjuk kommunikál az emberekkel. Nincs egy olyan felület, ahol mondjuk, ha van valami bajod, vagy valami zavar, akkor beírhatod, és mondjuk egy pár napon belül kapsz egy érdemi választ, nehogy Isten felhívnak, és elmondják, hogy akkor mit lehet csinálni. Szóval, hogy itt én az elmúlt 4 évben azt láttam, hogy nagyon sok újdonságot, sőt, szinte semmit nem csinál az önkormányzat. Gyakorlatilag a működés arra irányul, hogy ahol a nagyobb pénzmozgások vannak, mint a közbeszerzések vagy a ingatlan értékesítések, ott mindent megtesznek, hogy minél kisebb verseny legyen, és ezzel azért szerintem elég jelentős anyagi kárt is okoznak a kerületnek. Ja, a kutyapárt viccpártként indult, de azért a kezdetek óta elég sokat komolyodott a párt, meg ön is egyébként, de miért szavazna valaki önre? Nem fél attól, mondjuk azt gondolja sok ember, hogy hát jó, csinál ezt-azt a kutyapárt, de hát a polgármesterség az mégiscsak egy komoly munka, itt el kell irányítani egy nagy kerületet. Ő képes lenne irányítani a 12. kerületet? Természetesen képes lenni, ezt kell válaszolni, ugye ilyenkor a dolgra. Hát egyébként bevallom. Az igazat válaszolja. Képes lenne? Kicsit tényleg zavarban vagyok, mert ilyet én még nem csináltam soha, hogy összeírtam mondjuk így 10 oldalba, hogy mi az, amit mondjuk máshogy kéne csinálni a kerületben, mint ahogy most csinálják. És akkor nyilván az emberek ezt majd elolvassák, és akkor meglátják, hogy inkább ebbe az irányba menjünk, vagy abba, amiben eddig. Ja, meglátjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.